Szeretnék veletek megismertetni egy Lightweight Markup nevű dolgot, ami persze így túlzás, mivel ez nem egy dolog, ez egy összefoglaló név, ami tulajdonképpen néhány, illetve jó néhány Markup Language-nek az összefoglaló neve. Nyilván Markup Language-ről mindenki hallott, mondjuk legtriviálisabb példa mondjuk a HTML, ami szintén egy Markup Language. De kérdés az, hogy mire lesz ez nekünk jó, és miért pont ez lesz nekünk jó. Szeretném ezt mondjuk egy case study-n keresztül átvinni ezt az egész történetet. Én úgy kerültem kapcsolatba Lightweight Markup nyelvekkel, hogy szerettem volna egy könyvet írni. Egész pontosan egy tutoriált szerettem volna írni, ráadásul nem is egyedül, ami aztán különös perverzió, tehát így csapatban dolgoztunk volna. És a csapatnak volt jó néhány tagja, néhány technikai ember, néhány kevésbé technikai ember, és azon gondolkoztunk, hogy ki megírná a maga részeit, mondjuk valamilyen cikkek formájában, és szeretnénk mi ezt egy könyvé, egy egészé összeállítani, és akkor mit lehetne tenni? Sokféle ötlet felmerült, de volt néhány elvárás is, még mielőtt így nagyon rekigrugaszkodtunk volna a dolgoknak. Az első elvárás az volt, hogy könnyű legyen olvasni, akármilyen formátumot is választunk arra, hogy valamilyen dokumentumot létrehozzunk, legyen az egy blogpost, legyen az egy könyv, legyen az egy akármi, egy cikk. Mindenképpen fontos volt számunkra, hogy legyen könnyűen olvasható. De amit szerettünk volna elkerülni, hogy például XML-ben legyen. Aki már látott XML-t, nagyon jó, nagyon sok mindenre. Mondjuk például szerintem dokumentumot írni benne kevésbé jó. Próbáltam, tehát én használtam docbookot egy ideig, és miután retelt mennyiségű kacsacsőröket kellett írnom, így hamar feladtam a történetet. És ez volt, nekem volt egy ilyen elvárásom, hogy lehetőség szerint ne XML legyen. A többiek meg azt mondták, hogy na jó, jó, ne legyen XML, de ők meg ilyen markup-helt nem akarnak, tehát nem akarnak mindenféle tegeket látni abban a szövegben, amiket ők így írnak. Tehát előtte egy A, per B, kis B, nagy B, LO, LI, tehát ők ezt így nem szeretnék. Tehát jó, dolgozunk együtt, csináljunk valami jót, de felejtsük el ezt az egész markup helyt, mert teljesen olvashatatlanná teszi magát a dokumentumot. Egyrésztről, másrésztről viszonylag könnyű benne hibázni, a harmadrésztről meg tényleg egy picit macerás. És akkor ez át is vezet egyébként a következő elvárásra, amit ott a csapattagok támasztottak, hogy legyen könnyen írható. Most ne legyenek benne például ugye boilerplate-ek, tehát ne kelljen már kiírni rengetegszer pontosan ugyanazt. Mondjuk docbookban pont ugyanazt az XML teget nyitva, csukva és legalább 120-szor egy dokumentumon belül. Hasonlóan egyébként a HTML-ben is, de sajnálatos módon pont ugyanez van egyébként a tagben is, hogy viszonylag hosszú olyan szövegrészleteket kell beírni, amik voltak éppen csak a formázásra vonatkoznak. Egy fránya félkövérré tevés is úgy néz ki, hogy per textbf, nyitó, zárójel, és akkor benne a szöveg, amit félkövérré szeretnénk tenni, és akkor csukó zárójel. Úgy ítélték ott a többiek, hogy nekik ez sok. Ők valami ettől egyszerűbb, kézenfekvőbb, jobb megoldást szeretnének. Na jó, és akkor jöttek ugye a technikai emberek, hogy ez mind nagyon jó, de legyen olyan, hogy mindenféle formátumot tudjon. De a probléma nekünk ott állt elő, hogy először is szerettük volna a külön-külön részeket, azokat publikálni egy egyszerű blogpost formájában. Na most akkor kéne tudni, akkor legalább HTML-t így induló ágon output formatban. Na jó, de mi később szeretnénk azt mondjuk így mondjuk kiadni egy komplett könyvként, mondjuk PDF-ben, akkor tudjon PDF-et is. Nagyon jó, de hát ma már ilyen modern világot élünk, és ugye kiolvas PDF-et, de így cserébe van egy csomó ilyen kütyű, lehet rendelni őket, és könyvet lehet róluk olvasni, akkor tudjon e-pubot. Nagyon jó. De nekünk a blogmotorunk olyan, hogy egy sima HTML-t nem annyira jó leszik, akkor már cserébe WordPressünk van, és akkor kéne valami WordPress-re optimalizált output. Jó, akkor eddig van 4, és akkor mi lesz az, ami ezt teljesíteni tudja? Na mindegy, hát tételezzük fel, hogy van ilyen, és akkor itt haladtunk tovább. Hogy jó, ez mind nagyon jó, hogy outputban is kéne tudni egy csomó mindent, mondjuk az sem volna nagyon baj, az olyan haladóbb szellemiségű emberek így behozták, hogy na jó, de tudjon docbookot outputban, mert abból majd milyen szép dokumentumot lehet csinálni, vagy tudjon latexet outputban, és akkor abban már majd mindent meg fogunk tudni varázsolni, hogyha mondjuk utómunkára lesz szükségünk ott a könyvnél, ezt majd gyönyörűen megcsináljuk, megvan a céges stylesheet, azért docbookban nagyon jó lesz. Oké. Akkor találjunk valamit, ami ennek is eleget tesz. Akkor a következő lépés, hogy
jó, de nekem már vannak olyan dolgaim, amit már korábban megírtam, és mi lenne, hogyha azt is tudná, hogy nekem azt nem kellene újraírnom, meg újra szerkesztenem, hanem hogy hipsz-hopsz jó lenne. Volt, aki mondta, hogy de nekem már Markdownban megvan az egyik cikk, jó, nagyon örülök, hogy neked Markdownban megvan, de nekem Restructure Textben megvan. Jó, na ez is nagyon jó, mert legalább írtatok valamit, és akkor felmerült, hogy jó, és akkor még milyen kívánság lenne ezzel a szerencsétlen formátummal szemben. Tehát, hogy mi jó, és most, hogy már így együtt vagyunk, akkor valahogy a csoportmunka az legyen hatékony. Tehát tudjuk valamilyen verziókövető rendszerbe jelesül mondjuk Gitbe ezt eltenni. Ugye innentől a bináris formátumokat azt megettük, tehát annak úgy vége, annak úgy kevésbé van értelme. Néha igen, néha nem, de szerintem inkább nem. Akkor itt körülbelül a szegény XML-ek itt adták fel a küzdést, az XML alapú markupok, mondván, hogy hát aki már látott diffet XML-ben, és még mindig él, az szerencsésnek mondhatja magát. Ez elsőre egy olyan csúnya látvány, hogy szerintem azt senki nem akarja. És akkor persze utolsó, ám nem elhanyagolható fontként felmerült, hogy na jó, de semmit ne kelljen megtanulni. Tehát én erre nem érek rá, adjatok egy olyan formátumot, ami így pöcsre működik, nagyon könnyen elsajátítható. Hát oké, hát akkor nézzük, hogy egyáltalán így mi merül fel. Felmerült a LaTeX. Hát én ilyen öreg vagyok, már ilyen mikérjére alakú kopaszodásom is van, szóval én már így ezzel viszonylag régóta foglalkozom, és én nagyon szeretem egyébként a tech-et, de a többiek mondták, hogy ez nem fehér embernek való, és hogy így tech, így ránéztek arra a tech-re, azt jó, azt még értették, hogy hogyan lesz félkövér, meg hogy a paragrafusoknak is lehet címet adni. Tehát hogy úgy értették úgy nagyjából ránézésre, aztán utána megmutattam nekik a preambulumot, hogy mi kell ahhoz, hogy tulajdonképpen ez lebírjon fordulni valami érdemes PDF-é, ott ugye többen szívrohamban haláloztak el, és mondták, hogy tehát nem. Tehát ők ezzel így nem. De mondom, hogy megcsinálom gyerekek, tehát mindent megcsinálok, csak az effektív. De nem, mert ők utána akkor majd nem tudják ezt kezelni, meghalok előtt a villamos, akkor mi lesz velük. Jó. A technek egyébként van egy nagyon komoly hátulütője, amit én sem igazán szeretek benne, hogy viszonylag korlátozott a kimenő formátumok száma. Tehát gyönyörű, szerintem gyönyörű PDF-eket lehet belőle csinálni, és ezen kívül még lehet gyönyörű PDF-eket, meg gyönyörű PDF-eket csinálni. Tehát én próbáltam a HTML-t, többször is próbáltam már. Az ember valami bonyolultabbat csinálták benne, ami nem is feltétlenül annyira szabványos, de így elkezdesz ott hackelni, akkor onnantól a HTML-t megette a fene. Tehát abból semmi értelmeset nem fogsz tudni kihozni. Én állítottam amúgy, hogy ez egy könnyen használható, tehát csoportos munkára könnyen használható dolog, de így a csoportban egyedül voltam a véleményemmel. És nem is vagyok elég jó diktátor, úgyhogy így jártam. Hát akkor mondtuk, hogy hát Office, valamilyen Office. Hát mondjuk ugye ebben a közösségben nyilván inkább Libre, mint mondjuk MS, de hogy Office, mert azt mindenki ismeri, tehát van egy alacsony belépési költségünk, nem lesz ezzel gond, látott már mindenki Office-t, vagy csak úgy bele kell gépelni, és jó lesz. De mondtam én, hogy jó, én értem gyerekek, hogy Office, de hát akkor abból mit tudunk csinálni, és akkor tudunk belőle csinálni ugye mit? PDF-et, és még PDF-et. Na jó, hát akkor így visszatérve az elvárásainkhoz, hát akkor ez még mindig nem lesz elég jó. Akkor használjunk dogbookot. Megkérdeztem a dögbélyeket, hogy oké, ez rendben van, és ti láttatok már dogbookot? Nem. Hanem ez jó, mert akkor két dolgot nem tudtok, hogy ez így önmagában nem túl egyszerű, mert bele kell jönni, egyébként nagyon klassz dolog, de hát az úgy nem lesz nagyon jó. Kétség kívül egyébként mindent tud, amit tudnia kell, tehát output formátumokban, tehát tényleg minden gyönyörűen testre szabható, csilli-villi, nagyon tetszik. Bár, mondom, XML-ben diffet nézni, az egy különös perverzió. És itt jött képbe az, hogy na jó, hát akkor én hosszas keresgélés után találtam ezt a bűv szót az internetben, hogy lightweight markup. És hogy akkor ez micsoda, és mire lesz nekem jó, és miért pont ezt használjam? Vagy miért ezen fedőnév alatt elnevezett dolgok egyikét használjam. Hát egyrésztről azért, mert nagyon pici a belépési költség. Aki egyébként elég öreg vagy elég következetes ahhoz, hogy mondjuk leveleket ne HTML formátumban, hanem sima textként írjon, hogy gyakorlatilag már nagy valószínűséggel megismerkedett egyébként egy lightweight markup language-el, még ha nem is tud róla. Hát az ember egyébként egy levélben is valahogy azért próbálja formázni az ott lévő dolgokat, és így egyszerű kérdésként, hogy mi van akkor, ha akarunk egy olyan levélben, ami puszta text,
valamilyen felsorolást tenni, akkor mit csinálunk? Hát nyilván fogjuk úgy soronként, és akkor csillagokat írunk elé, nem? Ilyet már gondolom mindenki írt. Egy kis körszavazás, 3, 2, 1. Na majdnem mindenki írt már ilyet. Na, akkor nagyon jó hírem van, csak nem minden lightweight markup language-ben úgy néznek ki ezek a bulletted listek, hogy csillag van az elején. Szóval varázsos. Tehát egész egyszerűen úgy van kitalálva, ahogy te már korábban is írtál. Most persze kapsz némi szabályokat köré meg ideológiát, de ezzel együtt nagyon-nagyon könnyű ezt elsajátítani. Nagyon-nagyon könnyű írni. Azt írod, amit eddig is írtál. Nincsen benne semmi újdonság. Nem egyszerű használni. Output formatok tekintetében minden. Tehát, vagy legalábbis minden, ami nekünk fontos volt. Tud HTML-t. Nagyon klassz. Egyébként egy Slidey nevű történetet is tud, amit most ti láttok. Ez is egy lightweight markup language-jel készült prezentáció. Ahogy látszik egyébként, nem olyan rettenetesen bonyolult. Tehát nincs benne minden különösebb csilli-villi, de szerintem teljesen élvezhető. És ezzel együtt rettentően egyszerű elkészíteni. Plusz van benne mévi JavaScript, és így a jobb meg bal gombokra csodákat tud. Szóval nagyon jó. Mit tud még? Ugye akartunk mi egy könyvet csinálni, tud PDF-et, tud EPUB-ot, jó lesz. És ami engem nagyon meglepett, tud WordPress-t. Hát a WordPress-esek miért nem tudnak HTML-t kezelni, erről lehet vitatkozni. Cserébe a lightweight markuposok megoldják nekem, hogy ők nem tudnak HTML-t kezelni, nagyon jó lesz. Sőt, HTML 5-öt is tud. Némelyik kicsikét jobban, némelyik kicsikét kevésbé jól, de nagyon klassz, hogy ha olyanod van, akkor is ráébredsz arra, hogy a HTML-ben van videóteg, és az milyen nagyon jó neked, akkor teszel bele videóteget. És működik, varázslat. És én azt állítottam, hogy szerintem ezzel könnyű lesz együtt dolgoznunk, betesszük egy verziókezelőbe, mindenki írja a kis saját dolgait, szépen komitolgat, lelkesen, és ha diffet kell nézegetünk, akkor diffeket nézegetünk, egy kutyaközönséges textfájról beszélünk, semmi extra. Mi az, amit ez tud? Mi az, amit általában egyébként a lightweight markup fedőnévvel ellátott nyelvek tudnak? Hát mindegyik tudja struktúrálni a dokumentumot, ami nem egy hátrány. Szóval vannak sectionok, meg subsectionok, meg sub-subsectionok, meg sub-sub-subsectionok, és nem lovallom bele magam, mert ennyit tud. Tehát négy mélységig tudja. Aki már látott techet, nekem egyébként ez nagyon zavaró volt, hogy így a techben az van, hogy ott csak három mélység van. És mondtam, de én nagyon akarom struktúrálni. Tehát, hogy én így többet, mélyebben, erősebben. És aztán elolvastam egy-két könyvet, ami így erre vonatkozik, és mondták, hogy ha te így eljutottál odáig, hogy öt szintű dokumentumot akarnál, akkor az olyan, mint a pointereknél, hogy mikor így három csillagot akarnál pointer elé írni. Tehát, hogy azt igazából nem akarod. Tehát valamit elrontottál akkor, amikor már öt mélységű dokumentumod van, akkor gondold át. Úgyhogy belenyugodtam, hogy tulajdonképpen ez összesen négy mélységet tud, de azt mindegyik tudja. Meg hát nyilván tud paragrafokat. Azért még ez nem olyan rettenetesen nagy kihívás, de mégis tud textet formázni. Ami nagyon fontos egyébként, hogy nem úgy tud textet formázni, illetve pont úgy tud textet formázni, mint egy kutya közönséges Office, csak picit más a gondolatmenet. Az Office-ban minden lelkes felhasználó megtalálja magának azt a gombot, amivel mondjuk lehet félkövért csinálni. És akkor miután ezt megtalálta, azt így el is kezdi használni. Az ott problémás, hogy ő tulajdonképpen így nem tudja, hogy mit szeretne, de így lelkesen kapkod, és akkor jó lesz arra a félkövér. Igazából szerintem az ember sosem akar félkövért. Az ember mit akar, szeretne valamilyen szövegrészt kiemelni. Na most szerintem a tipográfusok sokkal okosabbak, mint én, és ők már így kitalálták, hogy mivel kell dolgokat kiemelni. És mivel kell kicsit kiemelni, és mivel kell jobban kiemelni. Egyébként itt általában az van, hogy kétféle kiemelés van. Nem is azt mondják, hogy ez dölt lesz, vagy félkövér, vagy milyen lesz, hanem kiemelés van. Ha szövegrészt szeretnél kiemelni, akkor tégy így, vagy úgy. Ha még jobban szeretnéd kiemelni, akkor tégy így, vagy úgy. Mert az majd megoldódik. Jelesül egyébként dölt lesz, meg félkövér a nagyon kiemelt. De ezzel együtt arra a gondolatmenetre visz téged, hogy te nem mindenféle formázási vackokkal foglalkozzál, hanem azt gondold át, hogy mi az, amit csinálni szeretnél. Hogy struktúrálnád a dokumentumodat. Mik lesznek az egyes fejezeteid, mik lesznek abban a paragrafok, mi az, amit kiemelnél, mi az, amit nem. És nyilván mindegyik tud egyébként ilyen számozott, megpöttyözött listákat, ez egyébként még sok helyütt hasznos lesz. Ami egyébként még így
közös szinte az összes nyelven az az, hogy lehet benne linkeket tenni, mondjuk azért így 2013-ban az internet világában ez azért nem olyan nagyon meglepő, meg még képeket is. És akkor itt jön ugye a nagy kérdés, hogy na jó, de ez elég? Nem elég? Sok? Kevés? Gondolkodtunk rajta mi is egyébként, amikor ezt a könyvet elkezdtük irogatni, hogy ez a funkcionalitás, amit most itt fellátunk a táblán, ez így önmagában elége. Én azt gondolom egyébként, hogy az esetek túlnyomó többségében elég. Főleg a kisebb dolgokat szeretnénk, tehát mondjuk egy blogpost megírásához az esetek túlnyomó többségében elég. Mi kell? Kellenek oda paragrafusok, az ember helyenként kiemelne dolgokat, nyilván linkelne valami más, meg időnként tenne bele mondjuk adott esetben linkeket. De igazából olyan nagyon sok minden egyébként ezen kívül nem kell. A hétköznapi levelezéshez elég. Ha az ember egy egyszerű dokumentumot szeretne összevarázsolni csak azért, hogy ezt így másokkal megossza, mondjuk valami remek jó ötlet pattant ki a fejéből, amit valamilyen struktúrált formában szeretne megosztani, például a munkatársaival, akkor egy olyan egyszerű módszer az, hogy ezt így egész egyszerűen leírom. Választok valamilyen nagyon egyszerű markup language-et, ezt így leírom, és ha ez megvan, akkor ezt így elküldöm levélként. És azoknak, akik egyébként jobban élvezik azt a helyzetet, amikor valami visivig dologgal szembesülnek, akkor nekik egész egyszerűen generálok belőle egy ODF-et, és megkapják. És akkor úgy érzik, hogy valami nagyon jó dokumentumot kaptak. Igen, nagyon jó dokumentumot kaptak, csak azt kapták meg egyébként puszta textben is, és szerintem körülbelül ugyanolyan jó olvasható. Szóval elég. Azt gondolom, hogy csomószor elég, és van néhány eset egyébként, amikor nem elég. De erről egyébként még lesz szó. Na mik merültek fel nálunk alternatívaként? Egyrészt az eszkidok. Az eszkidok egyébként az én kis kedvencem az általam ismert ilyen lightweight markup language-ek közül. Nagyon, nagyon egyszerű okoknál fogva. Ami neki előnye, ami egyébként az összes többnek is előnye, hogy nagyon egyszerű vele dokumentumot készíteni, mindaddig, amíg egyszerű dolgokat szeretnénk. Tehát az eszkidok az, amíg az előbbi lapon látott dolgokat szeretnénk, addig rettetesen egyszerű, semmi bonyolult formázási flikflakokat nem kell csinálni. Cserébe viszont megengedi azt, hogy te valami bonyolultabb történetet szeretnél, mert olyanod van, például illesztenél be egy forráskód részletet a dokumentumba, akkor ezt meg tudod tenni. De nem csak, hogy ezt tudod megtenni, hanem syntax highlight-olva tudod megtenni azt, hogy forráskód részletet tudsz beilleszteni. Sőt, még olyanokra is lehetőséget ad, hogy matematikai képleteket tegyél be a techből már ismert egy módszerrel. Tehát pont a technek az egyik legnagyobb előnyét, hogy a matematikai képleteket viszonylag könnyű és viszonylag szép formában le lehet leírni. Azt egyébként az eszkidok is tudja, kis külső segítséggel, de tudja. Szóval amíg egyszerű dolgokat szeretnél csinálni, addig nagyon egyszerű, és amikor bonyolult dolgokat szeretnél, vagy bonyolultabb dolgokat szeretnél csinálni, arra is van lehetőség. A másik, ami miatt egyébként nekem nagyon tetszett, és végül ezt is választottuk, hogy viszonylag könnyű belőle egyébként könyvet összerakni. Az ember körülbelül annyit csinál, hogy ki megírta maga cikkeit, és akkor mi van akkor, hogyha megírtuk a cikkeket, akkor a abból, hogy lesz könyv. Tehát egy könyvnél akkor körülbelül úgy néz ki a történet, hogy van a cikk, igen, van körülötte valami a könyvben, és akkor azt oda így be kéne illeszteni. Plusz nem csak, hogy be kéne illeszteni, mert nyilván, amikor a jó ember megírta, akkor neki ilyen első szintű szekciónjai vannak, a könyvben meg igazán ez nem stimmel, mert azt ugye nem első szintű szekciónként kellene, hanem valamilyen már meglévő szekcion alá kéne beszúrni. És az eszkidok ezt ilyen van rémületesen egyszerűen tudja, egyrészt van benne include, tehát azt tudom mondani egy dokumentumra, hogy hajrá, ezt itt húzzuk be. A másik, hogy tudok neki mondani egy section offsetet. Azt tudom mondani, hogy figyelj, minden, ami a első szintű section, az ezentúl legyen egyel több, vagy legyen kettővel több. És már is tökéletesen illeszkedik abba a dokumentum környezetbe, ahová én be akarom illeszteni. Ami hátránya. Mivel, hogy ez egy picit bonyolultabb egyébként, mint a többi markup language, amiről egyébként még lesz szó, ezért ezek az eszkitokot visszafelé konvertálni már nehéz. Erre igazán nincsenek is jó módszerek. Mindaddig, amíg más markup language-ekből, amik csak ezeket a közös funkciókat tudja, ami egyébként előbb fenn volt, addig átjárható. Az egyszerűbbből az eszkidok felé könnyű konvertálni az eszkidokból, főleg, hogyha már bonyolultabb dolgokat is tettünk bele, visszafelé konvertálni már nem lehet, szóval ez egy racsnis történet, ezzel kell tudni vigyázni. Nyilván, hiszen az annyit tud, egy egyszerűbb markup language annyit tud, amennyit megvannak a maga határai, visszafelé ez a dolog történet már nem működik.
És ami az én tapasztalatom, hogy a legkülönbözőbb ilyen szövegszerkesztő programoknál kevésbé támogatott az eszkidok, mondjuk, mint például egy Markdown. Mi az, ami például a Markdown-nak nagy előnye? Piszok egyszerű. Tehát pontosan annyira egyszerű, mint amennyit tud. Azt tudja, pontosan azt tudja, de azt tökéletesen tudja, és rettent egyszerű, mindjárt mutatok rá példát. Rettentő népszerű is ezzel együtt. Mondjuk a GitHubon egyébként a wiki oldalakat például a Markdownban is lehet írni. De egyébként például Eskidokban is lehet írni, meg sok más nyelven is lehet írni. Hát ami még nyilván előny, hogy mi vagy a Markdown egy elég határos nyelv, csak körülbelül csak azokat a közös funkciókat tudja, amik így előbb fenn voltak a prezentáción, ezért aztán nagyon könnyen át lehet alakítani bármilyen más formátummal is. Tehát gyakorlatilag nem kerülsz bele egy zsákutcába. Tehát ha azt mondod, hogy Markdown-t választasz első blikre, és akkor később rájössz, hogy jó, de nekem kéne néhány bonyolultabb dolog, és lehet, hogy mégiscsak jobb lett volna az Eskidok, akkor azt tudod mondani, hogy hopp, így átkonvertáljuk az egészet Eskidokba. Vagy csak azt mondod, hogy oké, mi megírtunk valamennyit, de mások azt mondják, nekik négyszer annyi dolguk van mondjuk restructure textben, akkor jó, hát konvertáljuk át arra, és akkor megyünk azon a nyelven tovább. Ez szerintem egy komoly előny. Ami az én szempontomból, vagy a mi szempontunkból hátrány volt, hogy van egy limitált funkcionalitás. Tényleg azt és csak azt tudja, azokat a közös funkciókat, amik fenn voltak. Annál tovább nem megy. Arra jó, de csak arra jó. Ha ennél többet akarsz, ne választ a Markdown-t. Ezért aztán egyébként így komplexebb, szerintem komplexebb dokumentumokhoz nem igazán jó választás a Markdown. Amíg az ember egy egyszerű posztot szeretne megírni, addig teljesen jó. Amíg mondjuk még írunk egy levelet, addig teljesen jó. Amíg egy néhány oldalas történettel vagyunk, addig teljesen jó, utána már egy picit nehézkessé válik a történet. Ami még felmerült, és erősen gondolkodtunk rajta, és nagy meggyőző erőt kellett itt bevetnem ahhoz, hogy mégse MediaWiki legyen belőle, az az, hogy a MediaWiki szintén nagyon könnyen írható, olvasható formátum. Hát az, hogy ismert, az nem kifejezés, egy komplett Wikipédia ezben van, tehát ha valaki ezt nem ismeri, így legalábbis a mi köreinkben, akkor az úgy semmit nem ismer, nem tudom, szekrényben lakik, vagy valami ilyesmi. Ennek következményeként egyébként a MediaWikit körülbelül mindenki támogatja, tehát az összes editorok, konvertáló programok, tehát minden, tehát ez ilyen szempontból egy nagyon-nagyon jó választás, és ahogy a Wikipédiából is látszik, hogyha mondjuk nem Dostoyevsky bűn és bűnhődését, bár azt mondjuk szerintem pont marha egyszerű akár bármiben is megcsinálni, de nem egy több száz oldalas dokumentot akarsz csinálni, akkor azért nagyon jól működik. Tehát azért Wikipédián vannak egészen hosszú oldalak, és egészen jól elkaristol a Wikipédia. Mivel azonban egyébként a MediaWikinek is egy picit túlmutat a funkcionalitás, a közös funkcionalitás halmazon, ezért aztán itt is igaz, hogy bizonyos feature-ök használata után már más dokumentumokba átkonvertálni nem nagyon lehet, vagy más lightweight markup nyelvekre átkonvertálni nem lehet, ezzel kell tudni vigyázni. Milyen túljaink vannak, mi az, amit tudunk használni és mire? Van egyszer egyébként egy Pandoc nevű csoda, ez az, ami egyébként gyakorlatilag bármilyen formátumba képes. Tehát ő tulajdonképpen az egyszerűbb markup language-ekből bármelyik másik egyszerűbb markup language-re képes átkonvertálni egyrésztől. Másrésztől meg ő az, aki a markup language-ekből elő tud nekünk állítani mondjuk PDF-et, EPUB-ot, HTML4-et, HTML5-öt, vagy bármi mást, amit RTF-et, OpenOffice-t, DOCX-et, szóval széles a választék meg lehetősen. Aztán van két másik túl, ami már kifejezetten az Eskidokhoz van. Az Eskidok és az A2X nevű történet, ők egyébként nagyjából azt tudják, amit a Pandoc, nyilván azt nem tudják, hogy Eskidokból visszakonvertáljanak másra, mert ugye ez egy racsnis dolog, de elő tudnak mindenféle formátumokat állítgatni. És akkor most lássunk valami példát is, tehát így most már meglehetősen sokat beszéltem, és még mindig nem tudjuk, hogy néz ki egy ilyen markup. Akkor nézzünk példát. Szerintem nem olyan nagyon nehéz kitalálni, hogy most ez tulajdonképpen mi. Így vannak benne trükkök. Nem sok, de egyébként van benne trükk. Tehát ott van két egyenlőségjellel kezdődik, ugye ott a cím. Egyébként ez a prezentációnak gyakorlatilag az egyik lapja, ide kvázi forráskód formájában beemelve.
Az egyik trükk, hogy ott két egyenlőséggel van, pedig azt merem állítani, hogy ez egy felső szintű section. És akkor most így felmerül a kérdés, hogy hú, hát akkor most mi van? Egyébként nincsen semmi, mert az egy egyenlőségjelet között adjuk meg a dokumentumnak a címét. Összesen ennyi a trükk. A csillagokkal vannak a bulletted listák elválasztva, és ha bejjebb szeretnénk, akkor két csillag kell. És ha még bejjebb szeretnénk, akkor három csillag kell. Rettetesen bonyolult. Kiemelni dolgokat idézőjellel tudunk. A pluszjelek közé, amit teszünk, az meg proporcionális fonttal lesz írva. Ennyi az egész. És akkor, hogy lássuk a trükköt, a következő a MediaWiki. És akkor kicsit váltogatok. Hú, de nagyon más. Szóval sok különbség nincs. Tehát ha az ember megnézi, akkor ugye a címben említett trükk az, ami itt változik. Tehát ott az egyenlőség jelek száma az picit csökken, mondjuk egyel. És akkor egy kicsit másképp kell egyébként kiemelni, nem egy idézőjellel, hanem kettővel, és akkor némi markup helyt ide becsempésztek, és így kód per kód tegek közé kellene tenni azt, amit így proporcionális fonttal szeretnénk. Hát, na jó. Nagy duzzozással azért ezt is ki lehet bírni szerintem. És akkor nézzük meg a harmadikat, a markdown-t. Hú, ez is mennyire hasonlít. Tehát itt sincs egyébként nagy különbség. Félreértés ne essék, egyébként itt az aláhúzás az egy olyan történet, hogy magára a sectioningre egyébként a legtöbb nyelv több formát is megenged. Általában az van, hogy vagy azt választhatjuk, hogy a sectionnek a címét vesszük valamivel körül, mondjuk egy egyenlőség jellel, vagy kettővel, vagy hárommal, attól függ, milyen sectionről van szó, minél bejebb szeretnénk tolni, vagy az van, hogy aláhúzzuk. Mondjuk, ha egy szimbola dokumentumot szeretnénk levélben elküldeni, tehát markdownban, egész egyszerűen markdownban írjuk azt, amit írunk, akkor talán látványosabb egyébként, hogyha aláhúzzuk. De körülbelül ez is a szokásjog. Tehát aki már írt egy egyszerű kutyaközönséges levelet, körülbelül az szokott lenni, leírom a címét, aláhúzom egyenlőségjellel. Ha valami subsection szeretnék, akkor leírom annak a címét, és aláhúzom mínuszjelekkel. Hoppá, és pont így kell itt is. Tehát semmi varázslat nincsen ebben az egész történetben. Amiben ez egy icipicit más, az az, hogy itt nem a csillagok számát növeljük, hanem a csillagok előtt lévő spacek számát növeljük. Tehát itt négyjel kell behúzni, és utána nyolccal kell behúzni, hogyha valaki még olyat is szeretne. Illetve kiemelni aláhúzási jellel kell, ami egyébként talán egy picit szokványosabb, mint az idézőjelezés. Az nekem egy picit furcsa, ezért szeretem egyébként, ezért viszont a markdown-t szeretem. Tehát, hogyha levelet írok, akkor markdown-t szoktam használni, mert aki IRC-zett még annak idején, aki levelezgetett textformátumban, aki bármi ilyesmit csinált, az, ha valamit ki akartál emelni, az első, hogy aláhúzást tettél köré. Ha nagyon ki akartad emelni, és akkor nagyon meg akartad értetni magad, hogy de azt csinált, hogy amit mondok, akkor már két aláhúzás jelet tettél. Aztán, ha meg a nagybetűkkel írtál, akkor már egyenesen leordítottad szegénynek a haját. Szóval ez az, ami a markdown. Tehát tulajdonképpen, ha összenézzük ezt a három formátumot, akkor tulajdonképpen minimális különbségek vannak köztük, és ezért nem jó az, hogyha az ember többfélét ismer, a tudást mondják hatalom, de ez csak egy részről igaz. A másik része a történetnek az, hogy remek jól el lehet kezdeni ezeket a nyelveket keverni egymással. De ennyi, amit röviden szerettem volna elmondani ezektől a lightweight markup nyelvekről. Ha kérdés van, akkor kérdezzetek lelkesen. Parancsolj! Én úgy tudom, hogy a Markdown Language-nél a MaySpace, vagy a tapos behúzás, az ilyen monospace fontot fog elvejezni, ilyen kódblokk kiemelést. Akkor, igen, ez egyébként így van, akkor, ha nincs előtte semmi. Tehát, hogyha a sor elejétől egyből négy space van, és utána jön a szöveg, akkor az monospace-es lesz. De itt ugye úgy néz ki a történet, hogy négy space, illetve egész pontosan öt space van, és utána van egy csillag. És emiatt érzi, hogy akkor az tulajdonképpen egy bulletted list, egy ilyen betolt bulletted list. De egyébként tényleg így van. A GitHub-on is ez van. Sőt, ha valaki használ nevek, igen, Stack Overflow-t, akkor a Stack Overflow-on is így van. Ott is markdown-t használnak egyéb iránt. Igen? Végül is mi beírtátok? Ez kidoklett a választás.
ez kidok lett a választás. Azon egyszerű oknál fogva, hogy szerettünk volna bele videót tenni. Ez így megbukta a szegény többi nyelv. És nem is annyira, szóval nem nagyon kézenfekvő a történet, mert ugye azt mondod, hogy szeretné a PDF-et, abban ugye valamivel nehezebb videót tenni. Ha szeretné HTML-t, akkor már könnyebb bele videót tenni, mondjuk HTML4-nél mondjuk beembeddálod ugye a YouTube-os videót. Aztán, hogyha HTML5, akkor ha megvan neked még MPEG-be, akkor azt úgy szeretnéd betenni, mert úgy szép. És az eszkidokban az az igazán mókás, hogy tudsz olyat csinálni, hogy attól függően, hogy milyen output formatot generálsz, a forrásban le lehet írni. Ha ilyen az output format, akkor így szeretném, ha olyan az output format, akkor úgy, és ha olyan, akkor amúgy. És akkor PDF-ben lehet azt csinálni, hogy egy képet teszek oda, HTML4-ben lehet azt csinálni, hogy van ilyen throughput command, tehát gyakorlatilag HTML kódot tudsz odaírni, amit bele fog generálni, oda beleteszed azt, amit a YouTube-ban neked ilyen embed kód részletet, HTML5-ben meg egész egyszerűen videótegek vannak, és azt tudod használni, amit egyébként támogat az eszkidok, tehát le tudod ezt így írni, hogy videó 2.2.filename. Ott bukott meg egyébként a multimédiánál a többi formátum. Pontosan, abszolút. Egyébként azt hiszem IFDEF-nek is hívják, már nem emlékszem fejbe, de igen, nagyon az a logika. Egyéb kérdés? Parancsolj. Nem tudom, mennyire tartozik ez is az ilyen könnyűs újulai anyárak közé, de tudnak ezek, hogy valamelyikük is ilyen templétezés, vagy hogyha írok valami dokumentációt, és többször ismétlődik hasonló rész, csak más tartalommal, de ugyanolyan formátumban. Valami ez hasonló feature van? Lehet, de nem tudok róla. Wikimedia van? Nem tudok, megmondom őszintén, nem tudom, szóval hogy tud-e ilyet. Nem tudom, hogy tudom. Igen. Legalábbis remélem, hogy értem, de nem tudok róla, hogy tudna ilyet. Ez nem jelenti azt, hogy nem tud. Természetesen. Még kérdés? Még pont ez is egy probléma, hogy egy kicsit fragmentálódott, és akkor most nem tudom az embereket, aztán egyiket táblázatban, másikban, amit tudom én mi. A lényeg az, hogy azért többet tud, mint a standard szintot Markdown. Ezzel együtt egyébként én nagyon szeretem a Markdown-t. Azért, mert amit tud, azt viszont tudja, és nagyon jól, és nagyon megbízhatóan, és nagyon könnyen. Tehát én szeretem és használom is a Markdown-t. A deszkidok az meg más miatt a szívem csücske, hogy így lehet benne elkázni. Lehet beletenni közvetlen forráskódban GraphWiz-t. Nekem kellett. Tehát az igazán kellett, hogy minden, amit meg akartam oldani, így szembe jött, hogy de nekem most kellene a dokumentációba tennem egy ábrát. És akkor mit csináljak? Most csinálják egy PNG-t valamivel, és akkor azt tegyem oda mellé, és azt akkor jelenítsem meg, és akkor mikor a forrás megváltozik, gyerekek. És akkor néztem, és akkor az eszkidó, GraphWiz, beleírod, legenerálja, és akkor boldogság. Szóval ez nekem nagyon tetszett, hogy tehát akármilyen probléma jött velem szemben, így volt rá kész megoldás az eszkidókban, és ezen meg voltam lepődve. Egyébként ezek között bármikor ajánlatot átosztam vele, hogy forráskód sorára linkel. Az eszkidók, azt is tudja! Illetve azt, hogy linkel, tehát azt szeretnéd, hogy magában a dokument, mondjuk egy HTML-ben legyen olyan URL, ami konkrétan arra a sorra linkel? Értem. Hasonlót, nagyon hasonlót tud, nem pont ugyanazt. A tagben én is használtam a meg nem mondom milyen nevű listing nevű csomagot, ugye abban van ilyen. Na most az eszkidok azt tudja, hogy ott is írhatsz magába a forráskódba olyan részeket, amire később aztán fogsz tudni hivatkozni, de csak közvetlenül alulla. Legalábbis nekem voltak problémáim azzal, hogyha ha nem a közvetlenül alatta lévő paragrafusban szerettem volna hivatkozni. Akkor azzal voltak gondjaim, de közvetlenül alatta, amikor leírod éppen azt, hogy a forráskódban mi történik és miért, azt nagyon szépen meg tudod csinálni. Ugyanígy be tudod hivatkozni az egyes sorokat. Még PNG-ket is csinál, hogy a ilyen egyedik, meg kettedik,